Sziasztok! Pöttyúr piercing fog készülni, aminek a helyét le fogjuk feltöltleníteni. Aztán bejelöljük, hogy hol szeretné a kedves vendég ezt az ékszert. Meg azért az optimális helyét is mindenképpen figyelembe veszük, mert az fontos. Karikát szeretné utána viselni benne? Nem. Vagy ezért képzelni, és marad a pötty? Igen. Oksi. Nézd meg biztos, hogy hova rajzoltam, hogy szeretnéd esetleg kijebb, bejebb, följebb, bárhová. Hát szerintem még egy kicsit ide bejebb, nem? Jó. Tehát az azt jelenti, hogy a pofit fele vigyem inkább, igen, vagy oda fölfele szeretni az arcot felé, jó? Most mit szólsz? Így jó. Nagyon már az arcodban nem lehet, mert akkor ott csont van előtte is. Uh-huh. Nem fog tudni gyógyulni, az kellemetlen lesz. Egy fehér, steril kapszulás kristálköves ékszert választottunk ki, amit csatlakoztatunk a professzionális eszközhöz. És egyébként egy humánus mozdulattal fogjuk a területre behelyezni. Annyi a feladatod, egy picit lehajtod a buksidat, és veszel egy nagy levegőt, amikor szólok, jó? Ja. Nagy levegő. És az orrpiercing a helyén van, megmutatjuk közelről, teljesen vérzésmentesen készíti az eszköz. Egy humánus mozdulat, ami egy picit irritálhatja azon a felén a szemkörnyékét, amelyik oldalra készítjük. Milyen érzés volt? Hát kellemetlen, de amúgy nem olyan vészes, csak olyan könnyezik a szemet. Igen, azon a felé természetes, hogy könnyezik a szemet. Víz érheti a mai naptól, és napi háromszor piercinggel utókezelni kell, kívül belül, jó? Jó. Az a feladat, hogy három napig még nem stabil az ékszer, éjszakára le kell ragasztani. Jó. Az utókezelés pedig úgy zajlik, hogy bekenegetjük az ékszer környékét kívül. Mindig azért kívül, először, hogy bacit ne vigyünk ki rá, jó? Tehát körbe kenegetjük. Aztán, amikor belül utókezelünk, akkor egy kicsit taktikusan kihúzzuk az orrcimpát, lefogjuk az ékszer fejet, hogy ne toljuk ki, és azért húzzuk ki, hogy ne bökjük meg magunkat, és belül is körbe kenegetünk, jó? Aztán egy picit 360 fokban majd forgatni kell, de holnaptól. Jó. Jó? Szigorúan leragasztjuk éjszakára. Jó. Jó? Tehát akkor megmutatjuk a Medicep technológiának a titánium ékszert, amit behelyeztünk egy professzionális eszközzel. Ha nektek is tetszik, és esetleg szeretnétek, akkor keressetek bátran, valamint csatlakozzatok YouTube csatornára. Szép napot mindenkinek!